Köszöntöm nézőinket, önök a Tamási Táj című műsorunkat látják, Gulyás Anita vagyok. Nézzük röviden, mire számíthatnak mai adásunkban. 44 bérisdiák is büszkén viseli a szalagot. Már 12 kutyáról gondoskodnak a Tamási új kutya otthonban. Advent második vasárnapjának programjai Tamásiban. A gazdátlan négylábúakat segítették. A 19. században vált divattá, a 20. századra általánosan elterjedt, és a 21. században is az iskolák életéhez tartozik a végzősöknél a szalag feltűzése, ami egyben a felnőttkor kezdetét is jelöli. A Béri Balog Ádám katolikus gimnázium búcsúzó diákjainak életében is eljött a nagy pillanat, sor került a szalagtűző bárra, így már ők is ruhájukon hordják az iskolához tartozás és lassú elválás jelét. Fontos életeseményhez értek el a Béri Balog Ádám katolikus gimnázium végzős diákjai. Eljött a szalagavató ideje, mikor diáktársaik feltűzték nekik azt a szalagot, ami sok más mellett a felnőtté válási jelképe is. Kettő végzős osztályunk van, az egyik osztály 9 évet járt a gimnáziumban, egészen 2012-től, most jutottak el 2021-ben az érettségig, illetve odáig még a szalagtűzőig. Ők kisgimisek voltak, illetve a másik osztály pedig a 12B, akik 2016 és 2021 között töltöttek el 5 évet a gimnáziumban. Az iskolai rendezvény szerintem olyan 9 óráig eltart, és utána pedig gyakorlatilag átmegy a rendezvény egy úgynevezett after partyba, ahol a diákok és a meghívott vendégeik DJ közreműködésével szórakozhatnak. Elsősorban a diákok és a szülők kérését próbáltam figyelembe venni. Az egyik osztály teljes egészében kért, illetve a szülői munkaközösség is kért, hogy ezen a, hogy is mondjam, illusztrisabbnak tűnő helyszínen bonyolítsuk le a szalagtűzőt, illetve a másik osztálynak is természetesen kikértem a véleményét, ahol pedig nagy többségben azt szerették volna a tanulók, hogy ezen a helyszínen rendezzük meg a szalagtűzőt. Én pedig hajlottam a többségnek az elképzelésére, és elsősorban ezért helyeztem ide a rendezvényt, illetve én úgy gondolom, hogy itt tényleg jobban elférünk, és a jelenlegi járványhelyzetben ez sem utolsó szempont. A 13. A-osztályba 13 lány és 10 fiú jár, akiknek életükből egy hosszú részt kísért végig osztályfőnökük. 9 év azért megérlelte őket, kicsi koruk óta vannak együtt, úgyhogy most mennek majd el. Ők még nem ballagtak, illetve nemhogy szalagtűzőjük, ballagásuk sem volt, mert a 8-at is nálunk végezték. A szintén végzős 12. B-osztály diákjainak is volt ideje az összeszokásra, egymás és osztályfőnökük kiismerésére. 21 diákunk ballag az idei évben a 12. B-osztályból. Nagyon várták, hiszen az elmúlt pandémiás időszakban egyszerűen nem volt lehetőség arra, hogy együtt legyenek, úgyhogy borzasztóan készültek rá, és hát igazából az elmúlt 5 év lezárása igazából ez a bál. Szokták mondani, hogy ez egy első bálozás is a gyerekeknek, úgyhogy borzasztóan várták. Ezt elmondhatom, hogy szépen összekovácsolódtak. Az elején mindenféle iskolából jöttek, és ugye el kellett, hogy teljen néhány év, de mostanra már teljesen összekovácsolódott, helyes kis társasággá váltak. A végzősök ünnepélyes bevonulása után vette kezdetét a műsor, mely most az ő tiszteletükre zajlott. A 11. évfolyam búcsúbeszédben idézte fel az iskola falain belül együtt töltött szép emlékeket. Győztesek vagytok, mert csodálatos osztályfőnökeitek szárnyai alatt bontogathattátok a sajátjaitokat, és tanulhattátok meg, hogy mit szabad és mit nem. Azonban eddigi életetek talán legfőbb küzdelme csak fél év múlva jön el, amiből teljes szívemből kívánom, hogy szintén győztesen kerültök ki, ami egy jó érettségivel és az első helyen megjelölt helyére felvételt nyert üzenettel végződik. A 13. A-osztályból Tar Dávid tolmácsolta a gondolataikat, melyek felmerültek bennük a gimis évek zárásához közeledve. Egyúttal megköszönte az alsóbb évfolyamosoknak a szervező munkát, mellyel feledhetetlenné tették számukra e fontos napot. Itt van december 4-e, szalagtűző. És mindannyiunkban szépen lassan realizálódik, hogy bizonyos üzeni nem csak úgy általánosságban beszélt ezekről a dolgokról, hanem pontosan a mi szalagtűzőnkről, a mi ballagásunkról és a mi érettségünkről beszélt.
A 12. B részéről Fiola Nóra volt az, aki osztálya szavait megosztotta a jelenlévőkkel. A tanórák felejthetetlen emlékeiből idézett fel jó néhányat, és megköszönte a pedagógusok figyelmességét és türelmét. Hamarosan helyünkbe lép a következő évfolyam, akiknek baráti tanácsként azt mondom, igyekezzenek még nálunk is jobban élni a Béri adta lehetőségekkel, és próbálják meg az érettségén is a legjobb pacekot hozni, hogy megérdemelhessék Gabi néni szentelt vizét. A gimis diáktársak a szervezés és hosszas előkészületek mellett egy énekes zenés produkcióval is készültek a végzős társaik számára. Az intézmény igazgatója azt kívánta a diákoknak beszédében, hogy éljék meg az este pillanatát, ezt a különleges napot, melyre oly sokat készültek. A beszédet követően került sor a már várva várt pillanatra. Az ünnepi ruhákra felkerült a szalag, melyet a végzősök büszkén fognak viselni a gimnáziumi évük végéig. A diáktársak az est főszereplőinek színpadra vonulását követően tűzték fel az elválást is jelképező szalagot. A gimnázium tanárai pedig egy meglepetés műsorral tették emlékezetessé diákjaik számára ezt a fontos estét. Legyen mit mesélni, kezdjetek el élni. Kezdjetek nevetni, hogy legyen mind nevetni, hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam, neked udvaroltam, az öletbe borultam, többé el sem tudtam menni, kezdjetek szeretni. Tamásiban a volt állattartó telep ismét megtelt élettel. A gazdátlan kutyusok átmeneti szállásaként szolgál. A Tamási Állatvédő Egyesület november végén kapta meg kézhez azt a határozatot, melyben a hatóság megfelelőnek nyilvánította azokat a körülményeket, melyet sok önkéntes együttes munkájával teremtettek meg. Nézzünk körül mi is. A Tamási Kutya Otthon javára a helyi futócsoport által szervezett jótékonysági Mikulás futáson az állatok ellátását szolgáló legalább 3 havi élelem gyűlt össze, mely nagy segítséget jelent a Tamási Állatvédő Egyesület számára. Meglepetésünkre és nagy örömmel vettük, hogy ilyen sokan részt vettek ezen az eseményen, úgyhogy ezúton is köszönöm szépen a szervezőknek és mindenkinek, aki részt vett ezen az eseményen. 2021. november 21-én költözhettünk át, ugye addigra megkaptuk a hivatalos engedélyt a beköltözéshez. Minden helyiségünk nincs még készen, de akik jelenleg a gondozásunkban vannak, 12-en őket el tudtuk szállásolni itt ezen a telephelyen, és akkor így megalakult a Tamási Kutya Otthon. Az orvosi szoba még felújításra szorul, de így nagyjából megvagyunk vele, a karanténos helyiséggel készen vagyunk, van egy buli negyed, majd meglátjátok, ott egy ilyen nagyobb hálószobát alakítottunk ki, a kutyusainknak ott vannak ugye napközben. Sziasztok, gyerekek! Hello, Gyerike, Dobika! Jól van mindenki? Minden rendben? Mi újság van? Nem vagytok éhesek még? Vacsora idő van. Készen van a karanténos helységünk, a lábadozó helységünk, a konyhánk, ahol most jelenleg tartózkodunk, fürdő, WC, mosogató, tisztítószeres, tehát ezek a helységek így megvannak. Megbeszéltük az egyesület tagjaival, hogy mindenki előre befizeti a tagdíjat. Az előre befizetett tagdíj viszont kevés lett volna az álom megvalósításához, hogy az otthontalanná vált ebekről megfelelő körülmények között tudjanak gondoskodni. Folyamatosan szponzoráltak bennünket tamási vállalkozók, akiknek nagyon sokat köszönhetünk. Anyagban, illetve munkában is hozzájárultak ahhoz, hogy most mi jelenleg itt legyünk. Illetve sikerült kialakítanunk svájci kapcsolatszervezetet, ők is rengeteg adománnyal láttak el bennünket. Nincs még kés sajnos minden helyiségünk, folyamatosan fogadunk el OSB lap, kerítésdrót, HD háló, illetve vasanyag, tehát zárcelvény, mert ugye hát a hegesztési munkálatokat tovább kell folytatnunk. Maximálisan 25 kutyusról fogunk tudni gondoskodni ezen a telephelyen. Ugye nagyon fontos volt számunkra, hogy ne csak egy ilyen egyszer-egyes kennelben legyenek ezek az állatok, hanem ezt a családias hangulatot, tehát nagyobb részeket, tehát ebből nem engedtünk, illetve ugye mivel munka mellett csináljuk, ezért nincs is lehetőségünk rá, hogy 25-nél több kutyusról tudjunk megfelelően gondoskodni. 13-an vagyunk az egyesületben, akik alapító tagok,
de az aktív munkákat körülbelül 6-an és 7-en látjuk el. Hétről hétre vannak gyermeksegítőink, akiknek nagyon-nagyon örülünk. Ők is maximálisan kiveszik a részüket a munkából, legyen szó takarításról, vízcserélőről, kutyasétáltatásról, játékról, tehát bármiről. Úgyhogy így, de így 7-en vagyunk, akik így hétköznap reggel és este ellátjuk ezeket az állatokat. Tamási város önkormányzata is nagy részt vállalt abból, hogy az önkéntesekből álló csoport munkáját támogassák. A város önkormányzata abba tudta támogatni a szervezetet, hogy egy állandó telephelyet biztosít számára. Gyakorlatilag határozatlan időre szól. Ez a volt állattartó telep. Közlekedési szempontból jól megközelíthető, ugyanakkor a lakórészekhez nem esik annyira a közel, tehát igazából senkit nem zavarnak. Szombat délután javában folyt a munka a telepen, amikor a négylábúak körül elvégzendő mindennapi teendők mellett természetesen játékra is sor került. A fiatal segítők örömmel veszik ki a részüket minden munka folyamatból. Az összes kutyus nagyon aranyos, és nagyon nagy boldogsággal tölt fel, hogy ennyire örülnek aznak, hogyha valaki foglalkozik velük. Az állatvédők, a menhelyek sokszor hangsúlyozzák a felelős állattartás fontosságát. A Tamási Kutya Otthonba tesznek is azért, hogy a fiatal generációknak megmutassák, megtanítsák, hogy kell megfelelően gondoskodni az állatokról. Számomra ez nagyon nagy boldogság. Én gyerekkorom óta nagyon-nagyon szeretek a kutyákat. Otthon is mindig volt kutyánk, amikor én nőttem fel akkor is, amikor a gyermekeim akkor is. Kutya nélkül én el sem tudom képzelni az életem. És kialakult itt ez a kis csapat Tamásiban. Anett felhívására most már jó 2 éve csatlakoztam én is, és itt nagyon jó, mert itt mindig van kutya, mindig van új kutya, aki lehet segíteni, akit lehet egy kicsit felkészíteni a gazdás életre. Úgyhogy ez nagyon, nagyon nagy sok boldogságot és erőt jelent a mindennapokban. Ez a mi dopping szerünk tulajdonképpen. És ami még számomra különösen nagyon fontos, itt a kutyás berkekben is nagyon fontos az utánpótlás nevelés. És vannak segítőink, gyerekek, a legrégebbiek lassan 2 éve járnak velünk, de januárban lesz 2 éve, és az azért nagyon fontos, mert azt gondolom, hogy az állat szeretete mellett nagyon fontos a felelős állattartás is, és bizony itt a gyerekek ezt megtanulják. Látják azt, hogy mennyi feladattal, mennyi munkával jár egy állatról gondoskodni, mennyi sok tennivaló van körülöttük, megtanulják, hogy mi az, hogy ivartalanítás, hogy ez miért fontos, és ezt már ők így fogják továbbadni a barátoknak, ismerősöknek, és amikor ők felnőnek, ők biztos vagyok benne, hogy ők felelős kutyatartók lesznek. A Tamási Kutya Otthon jelenleg 12 ebnek ad helyet, míg szerető gazdigat nem találnak számukra. Advent második vasárnapján színes kulturális programokkal várta az érdeklődőket a Tamási rendezvénytér, ahol a hidegelűzés ellen a jó hangulatú műsorok mellett forró teával és forralt borral fegyverkeztek fel a szervezők. A baráti beszélgetések mellett lehetőség nyílt a kézműves termékekből kiválasztani a fa alá való meglepetéseket is. De nézzük is, milyen programokban volt részük a Turmezei Erzsébet retéle látogatóknak. Ismét eseménydús volt az advent vasárnap Tamásiban. A kézműves vásár már délután 2-től várta az érdeklődőket a rendezvénytéren. A karácsonyi készülődés pedig nem csak az intézmény előterében elevenedett meg, hanem a folyosó galéria falain is, hiszen rajzpályázatot hirdetett a művelődési központ. Az ünnepélyes eredményhirdetésre pedig advent második vasárnapján került sor. És az óvodás korcsoportba első helyezést ért el Partman Eliza. Gratulálok, Eliza! A zsűri korosztályonként az első 3 helyezettet oklevéllel és rajzeszközökkel díjazta. Szeretnénk megmutatni, hogy milyen ügyesek a gyerekek itt Tamásiban. Minden évben 2 rajzpályázatot hirdetünk, egyet tavasszal, az teljesen változó témával, és egyet mindig az adventi időszakban, ami karácsonyhoz kötődik. Idén várjuk a karácsonyt volt a címe ennek a rajzpályázatnak. Óvodás korú gyerekektől az iskolásokig nevezhettek. Nagyon népszerűek, mert 240 körüli pályamunka érkezett be, itt mind látható a folyosó galéria falain. Szétbontottuk korosztályokra, minden korcsoportot külön értekeltünk, mindenhol adtunk ki első, második, harmadik helyezést.
egy közös munkára külön díjat is adtunk ki az óvodásoknál. A gyerekek büszkén álltak össze egy csoportkép elejéig az alkotások előtt. Az osztályunkban egy papírra le kellett rajzolni, hogy megtervezzük, és akkor utána mindenki rajzolt ilyen szép karácsonyi fotókat, vagy rajzokat. Szeretek alkotni, rajzolni, vágni, ragasztani. Én rajzoltam a mézeskalás sütésről, a karácsonyfa díszítésről, az ajándékbecsomagolásról, a karácsonyfa vételről. Ezekről rajzoltam, és én igazából nagyon örülök, hogy első helyezést értem el, nem számítottam rá, és köszönöm a lehetőséget. Mindeközben a téren felállított karácsonyfánál a Waldorf iskola diákjai szüleikkel és pedagógusaikkal meglepetéssel várták az arra járókat. Nálunk az adventi időszak idején minden reggel közösen éneklünk a gyerekekkel, úgyhogy sokkal nagyobb a dalrepertoárunk, és ebből hoztunk most fel így a térre így minden vasárnap 4 dalocskát. Ezért is egy kicsit így hozzájárulva az ünnepnek így a fényéhez, meg ehhez az adventi időszakhoz. Az ünnepi díszbe öltözött téren felállított színpad első vendége a széles zenei repertoárral rendelkező Smooth Criminals Brass Band volt, akik régi retroslágerekből és a mai legújabb zenékből hozott egyveleggel készültek a tamási közönségnek. A Smooth Criminals Brass Band, azaz mi nagyjából 10 taggal működik. Ez változó, melyik koncertre hányan megyünk el. 2019-ben alakultunk, vagyis hát 18-ban egy szerenád erejéig, aztán a kezdeti sikerek után hamar bővült új tagokkal a zenekar, így nagyjából 19-re érte el azt a formáját, amivel ma koncertezünk. Fontosnak tartjuk az év minden napján a zenét, mert ez táplálék a léleknek, meg a kikapcsolódás, szórakozás. Tiéd minden cseppnyi víz. Az adventi programok hagyományos menetrendje szerint 18 órakor az S-Star fellépője foglalta el a színpadot, aki ezúttal az Artisius díjas magyar énekesnő, rádiós és televíziós műsorvezető, színésznő Falusi Marian volt. És ne kívánt, hogy szomjamat bízzam rád. A színpadi produkció során nem a karácsonyi dallamok kapták a főszerepet, és nem is ok nélkül. Én a tamási közönségnek már üzentem előre, hogy eszükbe ne jusson, hogy én adventi dalocskákat fogok énekelni. Bár van olyan műsor, amit hiszen a Kálmán Péter opera énekes barátommal egyszer csináltunk, amin a mennyből az angyaltól kezdve tényleg csodálatosan szép ilyen klerikális dalok vannak, de hát nem azt akartam, hogy itt most az legyen, hiszen mindenki jól érzi magát, forralt bort iszik, fázik, szeretne egy kicsit mulatni, és azt hiszem, hogy rá kell készülni a karácsonyra, amikor aztán majd ihletett állapotban mindenki átölelheti a családtagjait, a szeretteit, de most annak volt itt az ideje, hogy énekeljünk egy kicsit együtt. Bocsáss meg egyszer még, és gyerekkoromban csodálatos karácsonyaim voltak, aztán úgyis, amikor nőttem fel akkor is, amikor elvesztettük apukámat, akkor már egy kicsit meghittebb volt még inkább az anyukámmal. De valahogy az az igazság, hogy amikor mások karácsonyoznak, amikor mások ünnepelnek bármit, és akkor mi a színházi emberek, színpadi emberek szerepelünk. És én például még annál is jobban, a Györgyivel együtt szoktuk a rádióban vezetni ezt a karácsony esti műsort, tehát 24-én én délután 4 és 8 óra között bennülök a rádióba, és mint egy lelki elsősegély hallgatom a betelefonálókat, és hogyha valakinek nem sikerült, akkor még 25-én is ott leszek, tehát ez két napon keresztül, de ez lesz majd szilveszterkor is, meg minden ilyen sátoros ünnepel.
helytelen. Tehát én szeretek helytállni akkor, amikor más pihen. Amikor más pihen, akkor mi dolgozunk. Ez egy sajátságos dolog. A karácsony az pontosan ugyanilyen, nem különbözik. Lesz szép fám, szeretem díszíteni a lakást, szeretem a karácsony külsőségei, azok nagyon megdobogtatják az ember szívét. Tehát szeretem, ez a legfényesebb ünnep tulajdonképpen, úgyhogy tök jó. Az igazi decemberi időjárás ellenére a jókedv és az ünnepi hangulat uralkodott Tamásiban advent második vasárnapján is. A BSI Futamási futócsoport idén is jótékonysági akciót hirdetett, melyel ezúttal a négy lábúakat szándékozott támogatni. A jótékonysági Mikulás futás résztvevőit nem tántorította el a decemberi időjárás, jókedvűen, adományokkal felpakolva érkeztek az aktív parkba egy jó hangulatú közös futásra. Tamásiban jótékonysági Mikulás futásra várták mindazokat, akik lelkükön viselik az állatok sorsát. A szervezők nem kértek mást, mint hogy a kutyák ellátásához szükséges kellékekkel, elledellel érkezzenek a segíteni szándékozók. Már a harmadik ilyen jótékonysági futásunk. Hát igazából nekem a futás sosem volt öncélú, tehát mindig próbáltam azért egy kicsit a közösséget bevonni ebbe a dologba, ezért is van a futócsoportom, illetve 2019 óta a Budapest Sportiroda futó nagyköveteként tevékenykedem, és ezt vállaltam többek között, hogy jótékonysági futásokat, futóversenyeket, közösségi futásokat tartok, és hát ez most már így néhány éve megy is. Valamelyik évben gyerekeknek, rászoruló gyerekeknek gyűjtöttünk Mikulás csomagot, akkor volt, hogy időseknek gyűjtöttünk egy doboz teát, hozott mindenki a futásra, tehát ne nagy dologra gondolj, hanem tényleg az, hogy sok apróság. Most pedig úgy gondoltuk, hogy a Tamásiban most nyílt Tamási állatotthonnak fogunk adományokat gyűjteni, és ez az ötletem, ez a kezdeményezésem nagyon pozitív fogadtatásra talált, úgyhogy most így ebbe vágtunk bele. A BSI futó nagykövet családjában is felmerült már a kutyakérdés, aki bizton állítja, hogy ha egyszer minden feltétel adott lesz hozzá, akkor az örökbefogadás mellett döntenek majd. Nagyon szeretnének kutyust, van is kutyusunk, nem otthon, hanem nagymamánál, anyósnál, mert egyelőre nálunk még ez így nem megoldott, de hogyha lenne kutyánk, akkor biztos, hogy állatotthonból vagy menhelyből vinnék haza egyet. Szívem szerint az összeset persze, de ez még egyelőre nálunk nem megoldott, meg van három gyermekem, a legkisebb egy éves, úgyhogy még egyelőre ezt nem vállalom, de azt nem mondom, hogy a jövőben nem leszek megpuhítható. A rendezvény a kezdetektől nagy érdeklődésre tett szert, az eddigi jótékonysági futások alkalmával mindig szép számban gyűlt össze adomány. Hogy nagyon sokan jöttek, nagyon pozitív volt a fogadtatás, nagyon becsülendő, hogy télen eljöttek futni olyanok is, akik tényleg nem szeretik ezt a sportot, vagy nem űzik, de mivel itt a futás része úgymond egy jelképesebb, természetesen van olyan táv is, amit mondjuk egy olyan is futhat, aki szeretne többet hozzátenni, de maga a futás része itt jelképes, azt gondolom, hogy ez a pár száz méter itt az aktív parkban mindenkinek teljesíthető, akár futva, a babakocsival, sétálva, ki hogyan szeretne, és igen, azt kell, hogy mondjam, hogy jöttek az emberek és adományoztak mindig, minden évben, amikor ilyet tartottunk, nagyon pozitív fogadtatásra talált, és nagyon sokan segítenek is egyébként ebben. Itt az aktív parkban egy pár száz méter tulajdonképpen, amit együtt futunk, de egy Mikulásom segít nekem abban, hogy aki szeretne egy nagyobb távot, akkor esetleg a főtérig meg vissza elszaladhatnak, és akkor szaloncukrot oszthatnak a járókelőknek, és hasonló. Meg volt már olyan, hogy egy 10 kilométert lefutottak a bevállalósabbak valamelyik jótékonysági futásunkon, de maga a futás része jelképes. Nem szeretnék senkit ezzel elrettenteni, mert mint mondtam, nem mindenki szeret futni, úgyhogy nincsenek elvárások. Ez egy ilyen bulifutás, jótékonysági bulifutás, hívjuk így. Tamásiban, ha valaki kedvet kap a futáshoz, és nem egyedül szeretné róni a kilométereket, akkor a közösségi futás egy jó választás a számára, ahol a közösségi élmény mellé a csapattagoktól számos jó tanácsot is bezsebelhet.
minden szerdán és pénteken futunk, ugyan nem 5 órakor, mint ez a jótékonysági futás megrendezésre kerül, hanem 6 órakor, de igen, igen, szeretettel várjuk, és mint mondtam itt a jótékonysági futás kapcsán, hogy nincsenek elvárások, nos, a közösségi futásnál sincs, mindenki annyit fut olyan távot, amilyet szeretne, amilyen tempóban szeretne, nem vagyunk egyformák, vannak kezdők, haladók, versenyzők, tényleg itt az a jó, hogy úgymond az egész közösség annyira változatos, összetételű, hogy gyakorlatilag a kezdőtől a nem tudom milyen szuperprofi ultrafutóig bárki jöhet hozzánk és csatlakozhat, mert nagyon örülünk neki. Ez nem az az időszak, ami annyira barátságos a futás szempontjából, mert sokan szeretjük a telet a kályháról az ablak mögött, tudod, jó melegbe. Mi futók is úgy vagyunk vele, hogy azért nehéz elindulni, nehezebb, mint egy gyönyörű, verőfényes napsütésben. Tehát ilyenkor azt gondolom, hogy a kemény mag szokott jönni, és tavasztól őszig viszont 2-3-szor annyian szoktunk futni. Én ezt elfogadom, mert tényleg nem egy olyan nagyon barátságos időszak ez a tél, meg hideg is van. Viszont ennek is megvan egy varázsa, és az, hogy megcsináltam, utána sokkal jobban esik futás utána a meleg kályháról az ablakból kifelé nézni, azzal a tudattal, hogy igen, ezt ma is lefutottam. A télies időjárás sem szegte kedvét a jótékony futóknak, sokan összegyűltek az aktív parkban. Voltak köztük olyanok, akik csak az esemény kedvéért húztak futócipőt, de olyanok is akadtak, akik heti szinten többször űzik ezt a sportot. Az én egyik okom az, hogy engem kikapcsol, nagyon könnyen el tudom magam engedni utána, sokkal jobban érzem magam. Meg amikor ilyen összegyűlünk, ilyen csoportosan, ez olyan lendületet ad, olyan jól esik a lelkemnek. A futócsapat tagjai, akikkel Gabi érkezett, munkahelyükön gyűjtést indítottak, melynek köszönhetően 30 kg száraz táppal és ugyanekkora mennyiségű konzervvel érkeztek a jótékonysági futásra. Ezt nagyon fontosnak tartom, főleg ha ilyen tamásiakon tudunk segíteni, mint mondjuk ugye az alapítvány, az állatmenhely, vagy a karitatív szervezetek, meg egyéb, ezeket mindenképp fontosnak tartom. Köszönöm figyelmüket, a jövő heti viszontlátásra!